Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 18-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát ne csodálkozzatok el azon, ha én itt közlöm veletek, hol van a nap, a hold és a bolygók, ez máshol van, mint a mi általunk ismert asztrológiában. Ez az indiai asztrológia viszont nagyon precíz. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik. Ezt ők vagy teli hold után, vagy új hold után számolják. A mai nap a tizedik tithi, és ez azt jelenti, hogy ez a mai nap alkalmas arra, hogy mi valami újat kezdjünk. Ez kivirágzik. Ez a tetteknek az ideje. Ma kapunk segítséget, vagy az, ami eddig korlátokat jelentett számunkra, az most megjavul. Ha ezek a korlátozások a mi félelmeinket jelzik, az azt jelenti a mai napon, hogy átlépünk, áttesszük magunkat ezeken a nehézségeken. Az indiai asztrológiában vannak úgynevezett holdházak. A hold a mai napon a vízöntő jegyében a Satabisa holdházban található. Ennek furcsa a lefordítása, mert ha én ezt lefordítom magyarul, az annyit jelent, hogy 100 félelem és 100 szerencse. Hogy áll ez összefüggésben? A szerencse ott van, de ha mi félünk, félelmeink vannak, akkor az korlátoz bennünket. Viszont, ha legyőzzük a félelmeinket, akkor ott van ez a 100 szerencse. Most bepillantunk az elemek világába. 4 alapvető elem van. A tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. Nekünk szükségünk van mind a 4-re. A tűz elemében van a nap, a kos jegyében. A nap mutatja a kisugárzásunkat, az életerőnket, de azt is, hogy oda kell, hogy nézzünk. És ez pontosan a tűz eleme. Abba az irányba tekintsünk és mozogjunk, ami lelkesít bennünket. A föld eleme mutatja a tetteket, a reális dolgokat, az anyagiakat és a biztonság érzetét a családi kapcsolatokban vagy a szerelem területén. Itt található Mars bolygó, Jupiter bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz. Ne csodálkozzatok el azon, hogy én ilyen sorban mondom a bolygókat, tehát nem úgy, ahogy a mi naprendszerünkben van, hanem másképp, mert az indiai asztrológusoknak egy más rendszere van. Náluk ez úgy van, hogy vasárnap az a naphoz tartozik. Hétfő az a holdhoz, kedd az a Mars bolygó napja, szerda az Merkur bolygóhoz tartozik, csütörtök az egy Jupiter nap, péntek az egy Vénusz nap, és szombat Szaturnusz bolygó hatása alatt áll. Tehát ezért van ez a sorrendszer. De visszatérve a föld elemére, Mars és bolygó kihat a párkapcsolatra, és a föld eleménél megnyugszanak az események, itt stabilizálódik valami.
Jupiter adja a lehetőségeket, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez kialakuljon úgy, ahogy ti szeretnétek. Viszont Szaturnusz esetében az is lehet, hogy vannak sorsdöntő fordulatok, vagy kármikus témák. Szaturnusz néha meg is leckésztet bennünket. A levegő elemében van a hold, és ez mutatja a könnyűséget, és ez kihat az érzelmeinkre. Szükségünk is van rá, mert a mi földünk most a mérleg jegyében található, és az a levegő eleméhez tartozik. A víz elemében van Merkur bolygó, mint ahogy mondtam is a napokban, ez nagyon fontos, hogy az érzelmekről beszéljünk, vagy ha mi döntéseket hozunk, akkor hallgassunk a belső hangunkra. És most a kapcsolatok. Azt már említettem, hogy Mars és Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll, ami segít a párkapcsolat területén. Vénusz a Merkur bolygóval is egy jó kapcsolatban van, az egy jó hír, és az lehet egy szerelmi vallomás is. A Hold jó kapcsolatban áll Uránusz bolygóval, ami a változásokat mutatja, és az jó irányba fordul. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám.